Szeptember 8-a a fizioterápia világnapja. Erről kérdeztük dr. Csernyus Zoltánt, reumatológust és fizioterápiás szakorvost. Szeptember 8-a a fizioterápia világnapja. Ennek alkalmában vendégünk dr. Csernyus Zoltán, reumatológus és fizioterápiás szakorvos. Köszöntöm Önt! Mit is értünk a fizioterápia fogalma alatt? Én is köszöntöm a tisztelt nézőket! A szó jelentése maga a görög fízosz, illetve a terápia szavakból áll össze. A görög fízosz szó jelentése természet, azaz a fizioterápia jelentése a természet energiáit felhasználó kezelés. Pontosabban a természetben előforduló energiák közül elsősorban fizikai energiákat, azaz a fényhatást, hőhatást, mozgást, mágnesességet, illetve a víznek a fizikai hatásait használjuk fel. El kell mondani, hogy nem csak a mozgásszervek gyógyításában használatos a fizioterápia, hanem az utóbbi években, évtizedekben már nagyon sok szakterületén használjuk a fizioterápiát, úgy, mint nőgyógyászatban, tüdőgyógyászatban, belgyógyászatban, sebészeti műtétek utáni rehabilitációban természetesen. És elmondható, hogy ugye a három fő funkciója a fizioterápiának a megelőzés, tehát nem csak a kezelés, hanem maga a megelőzés, a már kialakult problémák kezelése, megfelelő terápiája, ugye, illetve a későbbiekben pedig valamilyen rehabilitáció, tehát utókezelés. Ez a lényeg a fizioterápiának. Hogyan is csoportosíthatjuk a fizioterápiát, milyen ágazatai vannak? Fizioterápiában tehát attól függően, hogy milyen hatásokat kívánunk hasznosítani, megkülönböztetjük ugye a hőhatáson alapuló kezeléseket, azután a fényhatáson alapuló kezeléseket. Hát itt például a utóbbi években nagyon népszerű, úgy a sebészetben, mint az elektromos kezelések között használatos lézerkezelést említeném, de ide sorolható még a bioptronlámpás kezelés, infravörös sugárzás és a történő kezelés. Nagyon lényeges ugye a mágneses erőtér használata, szintén megfelelő fizikoterápiás gépekkel, illetve a víz hasznosítása. Ebben az esetben kétfelé is, kétféle irányból is történhet a kezelés, mégpedig fizikai, illetve kémiai hatást kihasználva, fizikai alatt például a súlyfürdőkezelés, vízitorna kezelés, ugye a víz felhajtó erejét hívjuk segítségül, illetve a tangentor, a vízsugármasszázs kezelés. Ugyanakkor maga a balneoterápia szó, azaz, amikor a termálvizekben történő, hát ott inkább nem mozgásról, hanem termálvízben történő tartózkodásról beszélünk, ott pedig a kémiai hatásait használjuk. El kell mondani, büszkék lehetünk ezúttal is hazánkra, hiszen Magyarország gyógyvíz nagy hatalom. A világ öt leggazdagabb, termálvízben leggazdagabb országok közé tartozik, ugye Franciaország, Japán, Izland és Új-Zéland mellett Magyarországon van a legtöbb termálvíz. Csak utalnék arra, hogy a termálvízből egy több éves szakorvosi kontrollvizsgálatokkal végzett protokoll alapján történhet a gyógyvízé minősítés. Azt kell bizonyítanunk, hogy bizonyos mozgásszervi betegségekben mérhető, objektív javulást érünk el vele. Tehát ekkor beszélünk gyógyvízről. Tehát nagyjából ezeket a csoportosításokat használjuk. Még a mozgás terápia, ugye mindenki által ismert a gyógytorna például, ugye? Illetve még a masszást is ide soroljuk, annak ez az aktív, a gyógytorna az aktív, a masszás pedig a passzív formája. Milyen fejlődésen ment keresztül az elmúlt időszakban a fizioterápia, ezek a kezelések? Elmúlt időszak alatt hagy értsem egy kis ókori kezdettel a történetet, hiszen tudva levő, hogy ezeknek a
természetből nyerhető energiáknak a hasznosítása már az ókorban azért felmerült. Ne felejtsük el, hogy a görögök tették elénk az olimpiai játékokat, ugye? Tehát nagyon fejlett mozgás kultúrájuk volt, Hippokratésztől kezdve nagyon sok ókori orvos által fennmaradt leírásokban a mozgás szerepét igenis kihangsúlyozták. Nem véletlen, hogy ott alakultak ki ugye az olimpiai játékok is. Valamint Kínában találtak erre utaló jeleket, hogy a mai napig ismeretesek ezek a szabadban végzett csoportos gyakorlatok, hát ezeknek több ezer éves hagyománya van. Meg kell említeni azt is, hogy a masszázs tudomány Egyiptomból származik, mégpedig ott is több ezer évvel ezelőtt már alkalmazták, azután ugye Indiától kezdve egész Ázsiában elterjedt, utána jött Európába. Talán az utóbbi száz évben beszélhetünk a fizioterápia mai arculatának kialakulásáról, hiszen az elektromos áram ugye bekerült a hasznosítható kezelések, az azzal végzett kezelések közé. Legyen itt is egy kis kitekintésünk arra, hogy 1904-ben Moll Károly nevű hévízi fürdőorvos találta föl a világnak a súlyfürdő kezelést, bizonyára ismert, hogy nyaki vagy hónai függesztésben kicsit húzzuk a beteg gerincét megfelelő súlyokkal, tehát ez egy magyar találmány. Gyakorlatilag 20. század eleje óta beszélhetünk látványos fejlődésről, kialakulásról, úgy a gyógytorna, úgy a fényterápiás, mágneses, illetve az elektroterápiás kezelések terén. Elektroterápia alatt ugye értjük a megfelelő galvánkezeléseket, rövid hullámot, interferenciát, tehát a kezelés frekvenciájának megfelelően csoportosítjuk őket. Zárszóként talán annyit, hogy azért így a 21. században már nagyon fejlett és pontosabb kezeléseket is tudunk adni. A lézertechnika rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül, amit mi is hasznosítunk igen jó eredménnyel. És a mostani gépek már sokkal pontosabb és eredményesebb körülírható területekre, kis területekre is alkalmazhatóak, mint a korábbiak. Egy szó, mint száz, más nem is tanácsolhatok, mint a fizioterápiának az aktív mozgás, mindenki által elérhető mozgás részét is tegyük magunkévá. Ha szükséges, akkor forduljunk a fizioterápia felé. Idén nyáron is megrendezték a kistelki dobtábort. Az utolsó napon egy koncerttel készültek a gyerekek. Ennek egy részletét tekinthetik meg a következőkben. Ős bemutató következik. Kopeckinek az egyik legjobb alkotásaiból válogatott címadó produkció. Marimba Joy előadja Benedek Pepe. Marimba. Major Daniel dobok, egy olyan friss mű, hogy még sosem hangzott el ilyen formában.
Egy igazi blues fogunk játszani, ezt tavaly is bemutattuk, de nem ebben a fölállással. Most egy kicsit komolyabb a fölállás, hiszen épp hogy el fogunk térni, annyian fogjuk játszani. Easy blues! És azért mondom, hogy készüljenek a fiúk, már kicsit nagyobbacskák játszanak. Már régebb óta játszanak nagyon sok mindenem. Mert rendkívül jó dobolnak, bár abból most kevesebbet játszunk. Most inkább ilyen szórakoztató zenét raktunk össze a mai napra. Nagy Csanád, Major Dániel, Tóth Csongor, Paska Bence, sőt még én is odaférek a marimbához, és jó sokan fogunk játszani. Ladányi Levente fog dobolni, és Rekeszki Anna fog kongázni. Mit. Nagyon jó darabokat ír nekünk, nagyon szeretem játszatni, mert a darabjai adok időnként olyan nehezek, hogy nagyon sok gyakorlás kell hozzá, és annyit el kell mondani, hogy ezeket a hangszereket sajnos, mivel nagyon nehéz beszerezni, és nagyon, nagyon drágák, ezért csak az iskolában tudunk rajta gyakorolni. És ez a tábor az is volt jó, hogy egy kicsit leporoltuk ezeket a hangszereket, mert ugye nagyon-nagyon régen fejeztük be ahhoz képest ugye az intézményt, és ezeket a hangszereket ugye hát majdnem nap, mint nap elő kéne szedni, hogy minél jobban játszunk rajta. Ami nyilván nem lehet, mert otthon a háztartásban ugye a szülők nem tudnak ilyen drága hangszereket megvásárolni a gyerekeknek. Az is jó, hogy ilyen tábor, hogy kicsit hozzányúlhatunk azokhoz a hangszerekhez, amik otthon nem léteznek. Thank you.
másik szerző következik, ő is marimba darabokat ír, főleg. A címe Bambuszda. A szerző Ruth Wiener. A kisteleki búcsú és arató ünnepen fellépett a kisteleki Citere zenekar. A fellépésük egy részletét tekinthetik meg a következőkben. Thank you.
bemutatót tartott Pusztaszeren a Taszári 31. repülőezred 30. évfordulója alkalmából. A bemutatón stábunk is részt vett. Idén is megrendezésre került Kecskeméten a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató. Ennek alkalmából gyűltek össze a 30 évvel ezelőtt alakult Taszári 31. repülőezred MiG-21-es repülőkötelékének tagjai Pusztaszeren, hogy megünnepeljék alakulásuk évfordulóját és egyben tiszteletüket tegyék a repülőnapon is. Kecskeméti repülőnap és haditechnikai bemutató alkalmából gyűltünk össze. 30 évvel ezelőtt Taszáron a 31. honivadász repülőezred MiG-21-es repülőköteléke akkor alakult, és ennek a 30 éves évfordulójára nyújtunk össze öreg nyugdíjas pilóták, már nem a MiG-típusú repülőgépen, hanem ilyen kis lassú repülőgépeken, hogy tiszteletünket tegyük a kecskeméti repülőnapon. Ebből az alkalomból jöttünk össze, az egyik társunk az pusztaszeri repülőtér tulajdonosa és repülőgépe is van, és másik két társunk pedig úgy béreltünk repülőgépet, hogy be tudjunk a kötelékkel repülni kecskeméti repülőnapra. Nagyon lassú repülőgép a vadászrepülőgéphez viszonyítva. Ott ugye 6-700 km volt a legkisebb sebesség a műrepülő, illetve a légihadsz bemutató végrehajtása során. Itt viszont 120-130 km a maximális sebesség. Ez a SF-25 D-Falke, német gyártmány. Gyakorlatilag 70-es évektől készítik. Nagyon jó indulatú, vegyes építésű, tehát fa, acél, cső szerkezet, illetve vászonborítás. Motoros vitorlázó repülőgép, tehát motor nélkül is tud repülni. Maximális sebessége 195 km/h, a minimális 65, és a siklószáma 23. Ez azt jelenti, hogy 1 méterről 23 méterre siklik el. A motorja egy Limbach 1.7-es motor. Ez gyakorlatilag 65 lóerős. Két személyes, Magyarországon a 90-es évek után jelent meg. A németek kezdték levetni, modernebb gépeket cserélték, és akkor elérhető áron hozzá lehetett jutni. Tehát egy közepes kategóriájú kocsinak az ára. Mindenki szereti, nagyon jó indulatú. Úgyhogy ez egy megbízható, a mi gépünk 71-be készült. Ez a Hungarokontroll Sport Egyesületé. Foglalásos rendszerben tudjuk bérelni. A MiG-21-es az gyakorlatilag egy harmadik generációs repülőgép volt, ami fegyverzetben, elektronikában kicsit gyengébb, kicsit jóval gyengébb, mint a mostani repülőgépek. A mostani repülőgépek viszont elektronikában, fegyverzeti rendszerek alkalmazásával, adatátviteli berendezésekkel sokkal fejlettebbek és sokkal jobbak a régebbi típusoknál. Ami a két típus között, a MiG-21-es és a Gripen JAS-39 között van, az MiG-29-es volt nálunk egy ideig Kecskeméten. Azok a repülőgépek bivajerősek voltak a két hajtóművel, nagyon jó manőverző képességgel, viszont elektronikai és fegyverzeti szempontból gyengusabbak voltak, mint a Gripen is. Furcsa, izgalmakkal teli van az előző időszak, az első időszak a repülésig, hogy milyen lesz, hogy lesz, mint lesz. Hát ezek a repülőgépek azért nem olyan nagy kabinnal, üléssel rendelkeznek. Azóta meghíztunk, terebélyesedtünk, 20 éve én is eljöttem. A társam szintén ilyen 80 pluszos súlyban van, és
két ilyen ember nehezen fér el a kis repülőbe, de amúgy az érzés maga, a repülés az kellemes, az jó. Kicsit szűk a hely, de hát kicsit, nagyon kicsi a sebesség. Hát 120 km/h az gyakorlatilag kocsival gyorsabban megyek néha, mint ezzel. Ez a fiatalabb testvére a SF-25-nek, ez SF-36. Szintén nem egy gyártmány, és mint lehet látni, ez már műanyagból, illetve üvegszálból készült. Ezek fiatalabbak. Az átmenet a mostani korszerű gépek és a falke között. Ettől már sokkal modernebbek vannak. Ez is két személyes, a motorja gyakorlatilag ugyanaz, mint a falké, a másik motor. Ugyanúgy 65 lóerős, készül 80 lóerős is, az egy kicsit erősebb. Ezt is állítható légcsavaros, tehát itt már azért gyorsabban utazik, ez az utazó sebességen 150-160 km/h, és jobb a siklószáma is, lehet látni, hogy a szárnya az karcsúbb, jobb a felülete, ezért ilyen 28-at siklik. Ez is nagyon megbízható, ebből a típusból keveset csináltak 20 alatt, mert jött a fejlődés, és ettől már modernebbeket kezdtek el gyártani. Gyakorlatilag az ember, ha kiképzett vadászpilóta, vagy kiképzett pilóta volt valamikor, akkor soha nem felejtél ezt a titulust. A felszállásoknál arra kell figyelni, hogy időjárás, főleg a szélirányt, sebességet figyelembe venni, főleg ezeken a kis repülőgépeken nagyban befolyásolják a nekifutás hosszát és elemelkedési sebességet, hogy stabilan tudjon emelkedni a repülőgép. Aztán úgy döntöttünk végül is, hogy ezekkel a kis gépekkel is megpróbáljuk a lehetetlent. Egy-két felszállást csináltunk itt összeszoktató repülésként, mert ugye mi Taszáról érkeztünk, Kaposváról. A Türkös János nyugállományi őrnagy úr, a Pusztaszegi repülőtérnek a gondnoka, a tulajdonosa, vezetője. A másik társunk Körmi József nyugállományú alezre, de szintén, aki annak idején a kötelékben benne volt, és még egy harmadik, negyedik társunk van, aki Beke József nyugállományúval ez egyre szintén most már. Ő volt a 91-ben, 92-ben, 93-ban a bemutató köteléknek, a légihaz bemutató kötelék volt Taszáron a tartalék repülőgép vezetője, aki minden figurát, minden manővert begyakorolt mind a három pozícióban. És ezzel annak idején 93-ban ezzel a bemutató trojkával voltunk kint Angliában is. Ez a repülőgép egy RF-5-ös, francia gyártású, gyakorlatilag megegyezik az SF-36-tal korban is, meg képességekben is. Tehát gyakorlatilag ugyanazt tudja, mint az SF-36-os, csak ezt a franciák gyártották. Különbségek azért nyilvánvalóak, tehát itt egymás mögöttül a két pilóta, vagy pilóta és utas. A motor az gyakorlatilag ugyanaz, a légcsavar szintén, és állítható ennek is a légcsavarja, tehát ez is tud utazni gyorsan. Ennek behúzható még a futója is, tehát gyakorlatilag kisebb az ellenállás, gyorsabban tud haladni. Nagyon jó lehet vele vitorlázni, tehát levegőben mindhárom gépnél le lehet állítani a motort, és hogyha olyanak a viszonyok, légköri viszonyok, tehát van termik, akkor motor nélkül is órákat lehet repülni. A fogyasztásuk, arról nem beszéltem, 10 és 14 liter között van, attól függ, hogy milyen üzemmódban használjuk a motort óránként. Annak idején vadászgéppel légihaz bemutatót hajtottunk végre.
Itt kaptunk 5 perc repülési időt, ami gyakorlatilag ezekkel a kisgépekkel, a 120-as km/h sebességgel arra elegendő, hogy talán a repülőtér egyik végéből a másik végébe át tudjunk menni, és még egy 360 fokos forduló a 3-as kötelékben belefér, azután egy szabványfordulóval átrendeződés, majd egy oszlopba történő besorolás és egy oszoly egyenként leszállással. Ez körülbelül 5, maximum 6 percben fér. Több sajnos nem fér ezekkel a masinákkal bele.